Sziasztok, és ott vagyok a mai videóban az ADBL-nek a Wheel Warrior Gel nevezetű savas gél állagú felnitisztítóját fogjuk kipróbálni, amit az automosowebshop.hu-tól kaptam, viszont ez nem egy fizetett hirdetés, az őszinte miatt fogjátok látni, és hallani, mint mindig. Most ezt nem fogom körbe mutogatni mindenféle verzióba, egy olyan kereket fogok megtisztítani vele, amit már lefújtam amúgy egy erős lúgos tisztítóval, és mindjárt megmutatom, hogy mennyi maradt még fent, de még a csetelés nem történt, viszont a többi kereket becseteltem, azokról is rengeteget lehozott, de nem mindent, pedig egy jó cucc. Utána jöttem rá, hogy ez ilyen, hát nem csak zsíros, olajos szennyeződés, hanem egybe vízkő is, tehát egy ilyen vegyes bazár. Mindjárt ráfújom a felületre, hagyom egy jó ideig hatni, egy olyan legalább 5 percig, hanem tovább, és utána pedig ecsettel bedolgozom. Na de nézzük is meg közelről. Yeah.
fiúk, lányok, ez volt az ADBL-nek a Wheel Warrior Gel nevezetű savas, ilyen felnitisztító, hát koncentrátuma, mert hogy ilyen géles állapotban van. Mocsok jól teszi a dolgát. Hát az van ráírva, hogy epres illatú, nagyon mesterséges eper, tehát így nem az a nagyon természetes eper illata van neki, egy ilyen mesterséges, de nem rossz amúgy. Nem az a kifejezetten hűdehajde, de nem rossz. A pozitívum, hogy nem marja szét az embernek a tüdejét, még a közvetlenül mellette áll se, nem úgy, mint a sima Wheel Warrior, ami mellett nem lehet meglenni. Úgyhogy, és mindezt leszámítva, szépen tette a dolgát. Úgyhogy nyugodt szívvel tudom ajánlani, király a cucc. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok lén is ezt hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!